Sziasztok! Már itt van július, dög meleg van folyamatosan, én megértem, hogyha mindenki strandra vágyik, viszont ne felejtjétek, hogy új mozifilmek is érkeznek ám e hónapban. Nézzük is gyorsan, mik lesznek, mikre lehet beülni júliusban a mozikba a jó légkondis termekbe, már hogyha van légkondi, szóval júliusi filmpremierek. Július 7. Egy svéd fekete komédia érkezik elsőnek, az Ember, akit Ovénak hívnak című film egy zsémbes öregúrról, Ovéról szól, aki nem tisztel és nem szeret senkit, csak a hétköznapok rutinjai éltetik. Egy nap azonban kirúgják, a szomszédságába egy furcsa család költözik, így minden a feje tetejére áll. Egy francia-dán családi animáció Messzi Észak című film, mely a 19. század Oroszországába repít minket, ahol is egy Sasha nevű lány várja kényszerű sorsát, házasságot kell valakivel kötni, akit a szülei néztek ki neki. Csak hogy a lány fellázad, elszökik egyenesen a Messzi Északra, hogy felkutassa eltűnt nagyapját. Mike és Dave keres esküvőhöz csajt, Mike és Dave ugyanis két bulizós egyetemista sportember, csak hogy a sok futókalannak van egy hátránya, mikor testvérük esküvője lesz, komoly barátnő hülyén gyors keresgélésbe kell kezdeniük, ugyanis nincs kit vigyenek a nagy napra. A trélerek alapján ilyen rossz szomszédság, hangulat, humor világ garantált, hát meglátjuk, Zac Efron minden esetre itt van, mellé pedig Anna Kendrick jár. Ismét egy mozis újrázás, James Cameron sci-fi klasszikusa érkezik nem a jövőből, hanem a múltból, méghozzá 1984-ből. A Terminátor első része egy sötét sci-fi thriller volt, nem annyira akciódús, mint mondjuk majd a folytatás, viszont kellően nyomasztó film, a műfaj kedvelőinek kiadhatatlan, tényleg egy klasszikus sci-firől beszélünk, és Schwarz itt még gonosz szerepben tetszeleg, nagyon jól áll neki, úgyhogy hasta la vista baby, vagy az még itt nincs. Július 14. Az életem nagy szerelme egy francia romantikus film, amiben egy csinos, kedves, jóhumorú, brilliáns ügyvédnő, aki ráadásul épp most lépett ki rossz házasságából, újra ismerkedni kezd, meg is beszél egy titokzatos idegen férfivel egy vakrandit, csak hogy nagy meglepetés éri őket az első találkozáskor, nagyon nagy, vagy éppen kicsi, na mindegy. Az eljövendő szép napok és az igazság fogságában rendezője egy thrillerrel jelentkezik, a Christopher Plummer által játszott férfi idős éveit egy öregek otthonába tölti, és itt értesül arról, hogy a férfi, aki régen megölte a családját, egy koncentrációs táborban van Amerikában. Az öreg úr elszökik, felkerekedik, hogy bosszú szomját kioltsa. Izgalmasan hangzik. Az épp tinikorban lévő Stellában egy világ omlik össze, amikor megtudja jégkor csolyás példaképéről, a nővéréről, hogy bulémiában szenved. A lány először titkolja a testvére problémáját, majd mégis felfedi a titkot a szülők előtt, ez az esemény pedig lassan elkezdi felemészteni az egész családot. A jégkorszak így már ötödször köszön be, Diego, Seed, Manny, Ellie és a többiek mind-mind visszatérnek, a Motkán sem hiányozhat, most a nagy bumüt majd be, aki nem unt még rá a kihalt állatok kalandjaira, azok valószínűséggel ebben az epizódban sem fognak csalódni, a mostani felvonás ilyen űrjégkaland lesz a javából, reméljük a legjobbakat, meglátjuk. Július 21. Amikor kialszik a fény, valami nincs rendben. Amikor sötétségbe borul a ház, valaki megjelenik és járkálni kezd. Először egy kisfiú észleli a furcsa árnyakat, ez a kisfiú a nagynénjével lakik, mert anyja nem volt képes a gyereknevelésre, azonban lassan kiderül, hogy talán az anya az, aki a sötétségbe közlekedő titokzatos valakiről a leges legtöbbet tudja. Hát parás horror lesz talán, hát remélem, jó lenne. A Frankofónia című doksi a világ egyik leghíresebb múzeumának, a Louvre történelmének egy szeletét mutatja be. A II. Világháború idejéről mesél, hogy hogyan óvták az egyedülálló és felbecsülhetetlen gyűjteményt a náci megszállók elől. Majd a Star Trek is trilógiává bővül. A Star Warshoz átnyergerő J.J. Abrams ugye most nem ül a direktori székbe, csak producerként van jelen. Helyette a Halálos Iramban 3-4-5-6 filmek rendezője Justin Lin jön. A csere nem túl bizalomgerjesztő, reméljük, hogy a film az lesz. Az első két részt én kifejezetten szerettem, szerintem jó kis filmek voltak. Hogy tartja a színvonalat ez az epizód is, vagy LX-menesedik, hát az majd kiderül. A Szex receptre 5 történetből áll, és mind a szex és a szerelem témáját járja körbe. Van itt kiégett házasság, baleset miatt szétesett házasság, orgazmusra képtelen nő története, kis élékebb fantáziával megáldott pár, és egy nő, aki mindenkivel a szerelmet keresi. Hát talán a szex nem jár mindig receptre, sajna nincs ilyen patika. Július 28. A gyilkos osztag nem az öngyilkos osztag, senki össze ne keverje még véletlenül se, bár így a trélereket nézve szerintem ez tök egyértelmű. Természetesen ez a film a DC filmet akarja meglovagolni ilyen Asylum-i minőségben. Egy természetfeletti erő fenyegeti a Földet, így az USA egy különleges egységet állít fel megakadályozni a pusztulást. Wow!
Paul Greengrass rendező, akinek két Burn filmet is köszönhetünk, már most harmadszor is beáll az akciófilm nevezéséhez, hogy a negyedik Burn mozi csorbáját kiköszörülje. Matt Damon szerencsére visszatér, így erre az esély bőven megvan. Ha a sztori elég ötletes és csavaros lesz, mint mondjuk az első három részben, akkor nagy baj nem lehet, a trailerek szerintem ütősek, mi kell még? A hónap végére pedig írtó nagy dúr jön, a Szellemírtó csajok. Azt hiszem ez az a film, ami már látatlanban nagyon durván megosztja a közönséget. Az első trailer engem sem győzött meg annyira, viszont azóta egyre látványosabb és viccesebb előzetesek jöttek ki. Plusz az, hogy az alkotóknak köszönhetjük a Kém című filmet például, ami szerintem kifejezetten vicces volt, azért bizalomra adok ott valamennyire. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. A film megtekintése után meglátjuk, hogy melyik tábornak volt igaza. Én nagyon remélem, hogy annak a tábornak, aki bízik abban, hogy nem lesz ez talán olyan rossz, sőt. Most ezen filmeket kapjuk-e hónapban, akad itt júliusban mit nézni, szerintem írjátok meg, hogy ti miket vártok, miket kerültök majd nagy évvel, esetleg mi a véleményetek az egyes filmekről, már most így trailerek alapján, mondjuk mi a véleményetek a Szellemírtók moziról, vagy bármelyikről, mindenkinek jó filmezést kívánok, kitartást a Dög meleghez, sziasztok!